ahogy az várható volt, nem csak Ukrajnában, hanem Amerikában is hullámokat kavart az a napokban nyilvánosságra került hangfelvétel, amelyik azt bizonyíthatja, hogy Joe Biden még Barack Obama alelnökeként vastagon beleszólt az ukrán belügyekben. A téma egyébként hónapok óta napirenden van az Egyesült Államokban, akár a novemberi elnökválasztást is befolyásolhatja, ha valóban Joe Biden lesz Donald Trump ellenfele. A szenátusi vizsgálat megindítását hatalmas vita előzte meg a Belbiztonsági Bizottság szerdai ülésén. A demokrata párti tagok tiltakozása ellenére a testület végül úgy döntött, bekéri egy demokrata lobby cégétől azokat az iratokat, amelyeket dokumentálják az ukrajnai Burisma vállalatnál végzett munkájukat. Annál a gázipari cégnél, amelynek igazgató tanácsában a jelenlegi demokrata elnök jelölt fia is helyet foglalt. Megkapjuk a dokumentumokat, és meglátjuk, mi van bennük. Én nem csináltam volna nagy ügyet ebből, küldhettünk volna csendben egy idézést, megkaptuk volna az iratokat, és az ügy haladt volna. De azt hiszem, a demokraták túl sokat tiltakoznak, és ez felkelti a gyanakvásomat, jelentette ki a bizottság republikánus elnöke. Az amerikai törvényhozás felsőháza azután indított vizsgálatot, hogy egy ukrán parlamenti képviselő hétfőn bemutatott egy évekkel ezelőtt készült hangfelvételt. Állítása szerint ezen Joe Biden és Petro Poroshenko ukrán elnök telefonbeszélgetése hallható. A bemutatott hanganyag szerint Joe Biden alelnökként arra akarta rávenni az ukrán államfőt, hogy váltsa le az ukrán főügyészt. Viktor Sokin ugyanis vizsgálatot indított Biden fiának ukrajnai üzleti ügyei után. Hunter Biden 2014 után olajipari érdekeltségeket szerzett Ukrajnában, amelyek egy része a hatóságok szerint kétes üzleti manővereket is felvetett. A főügyészt végül tényleg menesztették. Petro Poroshenko manipuláltnak nevezte a hangfelvételt, Joe Biden pedig Ukrajna barátjának nevezte, aki sokat tett alelnökként a két ország kapcsolataiért. A volt államfő határozottan tagadta, hogy bármely döntésével külföldi érdekeket szolgált volna. Utódja azonban nem osztja a véleményét. Volodymyr Zelenszkij beiktatásának első évfordulóján újságíróknak arról beszélt, vizsgálatot indítottak az ügyben. Tudomásom szerint Ukrajna főügyész büntető eljárást indított a hanganyag miatt. A nyomozást akár hazaárulás gyanújával is folytathatják, de ezt a hatóságok döntik el, mondta az elnök. Egyes elemzők szerint ez az ügy végzetes csapást mérhet Joe Biden jelenlegi demokrata elnök jelölt politikai karrierjére, de az egész demokrata pártra nézve is pusztító hatású lehet. Az amerikai belpolitikát ugyanis az elmúlt több mint egy évben meghatározó Donald Trump ellen indított alkotmányossági eljárás is Ukrajnához köthető. A demokraták szerint az elnök külföldi hatalmak segítségét felhasználva hamis bizonyítékokkal akarta ellehetetleníteni Joe Bident, de a most előkerült hangfelvételek aláásatják az ellenzéki párt választási kampányának hitelességét.